172 évvel ezelőtt, október 6-án végezték ki a 13 aradi vértanút és Batthyány Lajos miniszterelnököt. 2001 óta ez a nap nemzeti gyásznapnak számít. Idén Banyhádon a hagyományoktól eltérően a Vörös Márti Művelődési Házban tartották a megemlékezést. A műsort Filó Tamás nyitotta meg, aki az aradi vértanúk hazafiasságát méltatta beszédében. Tisztelt emlékező közösség! Lampért Géza Nem lehet című versének kezdő strófájával köszöntöm Önöket a 172 éve 1849. október 6-án kivégzett vértanúk emléknapján. Vértanúk. Érdemesnek tartom néhány gondolat erejéig elidőzni ezen. Vértanú az, aki hitéről élete feláldozásával tesz tanúbizonyságot. A 13 aradon kivégzett honvédtiszt, a Pesten főbelült Batthyány és mindazok, akik a szabadságharc bukását követő megtorlás során váltak áldozatokká, vértanúi a hazának. Meghaltak az igazságért, melyet a forradalom követelt. Meghaltak a hitükért, melyet a magyarságba vetettek. Meghaltak mindazért, ami összetartotta és összetartja nemzetünket. Fontos megértenünk ugyanakkor, hogy nem haláluk puszta ténye indokolja vértanúságukat. Annál inkább az üzenet, melyet haláluk, áldozatvállalásuk jelentett akkor és jelent napjainkban is. Üzenet a hazaszeretetről. Vértanúságukkal hitet tettek amellett, hogy a hazát szeretni nem csupán kötelesség, hanem annál jóval több, öröm. Az ünnepi beszédet követően a megjelent díszvendégek emlékkoszorúval tették tiszteletüket a hazahősei előtt.